Na, hát sziasztok, üdvözöllek benneteket újra a csatornámon. A mai napon a kedves Ferenczi Lászlót kérdezem meg néhány gondolat erejéig. Üdvözöllek, László! Szerbeszélj! Igen. Mesélj magadról, abból, hogy hogyan találtad meg ezt a természetgyógyász világát, mikor ugye villamosmérnökként indultál annak idején, amikor gondolom pályát kellett választani, hogy miért ez a dolog, amiben mai napig végzed a munkára. Nagyon örülök a kérdésednek, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a csatornán nézőit. Én is nézem a csatornádat, fantasztikus gratulálok. Nagyon egyszerű erre a kérdésre a válasz. Én egész életemben ilyen kíváncsi, kérdéseket feltevő ember voltam. És végzés koromban egy barátom mondta, hogy hallott valami furcsa előadástól, ilyen láthatatlan sugárzásokról, és egyébként beszélgettek. Azt mondta, hogy szerinted ez biztos érdeket ér, menjen. Elmentem, meghallgattam, és nagyon kiakadtam, hogy ilyen hülyeséget, hogy ilyen föld alatti sugárzónák és egyébek, hát én csak tudom a tutit. Csak nekem szerencsém volt, én jártam az ELTE-re is, és sosem egy professzor, ő a kísérleti fizikai tanszéknek volt a vezető professzora. Jó viszonyban voltam vele, mint diákja, és átmentem hozzá, és mondtam, hogy professzor úr, egy csomó hülye ember szaladjál itt láthatatlan sugárzásokról, vízerekről, harmonakról, külikről beszél. És azt mondta a professzor, csak a lényeget mondom, hogy nézzel, sokkal több dolog van, amiről fogalmunk sincs, mint amiről fogalmunk van, és a legtöbb gond abból fakad, hogy meg van győződve dolgokról, hogy ez így van, és valójában nem így van. És azt mondta, hogy ha ez magát érdekli, akkor foglalkozom vele, kutassam. És elkezdtem foglalkozni vele, kutatni, és az annyira jól sikerült, hogy Magyarországon a természetgyászati törvény kidolgozásában már részt vettem, első körben kaptam vizsgáztató jogosítványt, kozmo- és bioenergetikából, illetve hát életmód tanácsadás és terapeutából, mert hát tréner is vagyok, terapeuta is vagyok, akkor még nem volt divat ez a coach, de most mindenki coach, de ilyen papírjaim is vannak, és akkor ez belesodort abban, ami természetgyógyászat, akkor ez inkább egy ilyen mozgalom volt még. Uh-huh. És én nagyon gyorsan rájöttem arra, hogy lehet az embereknek halatadni, lehet megtanítani halászni, és mivel pedagógusi diplomám is van, ezért úgy döntöttem inkább, hogy a hangsúlyt azt a halászásra teszem, tehát hogy minél több embert megtanítsak arra, hogy mit tehető az egészségért. Emellett megmaradt a gyógyító tevékenységem is, bár ezt visszafogta. Én arról vagyok ismert szűkebb szakmai körökben, hogy a nehéz eseteket taksálják rám. Sajnos elég sok eset van, ami szerintem nem nehéz, például ilyenek a rákos betegek, de a köztudatban az van, hogy a rák az egy ilyen mumus, csak egészen másként kellene hozzá nyúlni. Egy dolog nagyon fontos, hogy az akadémikus orvoslás és a természetgyászatban ne ellenséget lássunk, hanem partnert. Épp ezért én inkább azt szoktam mondani, hogy integratív medicinát képviselek. Igenis helye és szerepe van az akadémikus orvoslásnak, mert ha valaki átmegy az úthengel, akkor oda nem természetgyász kell, hanem kell egy jókedvű sebész. Aha. De ha valakinek magasabb vérnyomása, ha valaki kettes típusú cukorbeteg, ha valaki tumoros beteg, akkor lehet, hogy egy természetgyógyász sokkal többet tud tenni, mint az akadémikus orvoslás. És ez hangsúlyban nem az orvosi hibája. A természetgyógyászat benne van a nevében, egyszerűen azt mondja, hogy olyan eszközöket használok, olyan segítséget és olyan támogatást adok a rászorulónak, ami a természetből fakad. Legyen ez gyógynövénykoncentrátum, egy vitaminkészítmény, és megint lehetne beszélgetni, hogy kellene neki vitaminek, vagy nem. Én ilyenkor szoktam elszomorodni, amikor értelmes, idézőjelet teszem, intelligens emberek azt mondják, hogy ha nem kellene vitaminok, meg hogy vegyes, meg megfelelő táplálkozás. Ez akkora baromság, és most direkt mondtam ilyen durván, vulgárisan. Én mérnök ember vagyok. Ma számtalan akadémikus kutatás bizonyítja, hogy a termőtalajban az ásványi nyom mikroelem szennyezettség magas, és a tartalom, beltartalom kevés. És most már pár nappal ezelőtt a magyarországi földművelési miniszter szájából hangzott el, hogy 10%-ra csökkent a termőtalajban az ásványi mikroelem tartalom. Na mondom, végre már a politika is kimeri mondani. Na most ahhoz, hogy az én szervezetem optimálisan működjön, két dolog kell. Nem kell mérgeket venni magamhoz, nem csak a glifozát, ami a csúcs, és meg kell adni azokat a vitaminokat, a táplálékiegészítőket, amire a szervezet optimális működésére szüksége van. Ha ezt megcsinálnánk, akkor a betegségünk 70-80%-a nem jelenne meg. Ha viszont megjelent a betegség, akkor méregtelenítenünk kell, igen,
ki kell takarítani a szervezetet, fokozni kell tonizálni a máj, a nyírokrendszer működését, és vele párhuzamosan biztosítani, hogy a megfelelő mennyiség és minőség is a tápanyaghoz, és maga a beépülés pedig a mikrobiom rendszere helyrelakásával lehet megoldani. Tehát valójában a gyógyuláshoz vezető út sokkal egyszerűbb, semmit gondolnánk, de igenis, hogyha 10, 20, 30, 40, 50 éven keresztül védtünk az egészségünk ellen, akkor ne várjuk, hogy egy hét alatt kigyógyulunk egy krónikus. Igen, hát én is ezt javaslom mindig a vásárlóimnak, hogy egy méregtelenítő, egy májméregtelenítő, egy bélméregtelenítő kúrát érdemes, főleg, hogy vannak olyan étrendkiegészítők vagy ételek, amiket beviszünk, amik már ugye meg vannak változva az élelmiszerek is, tehát nem olyan. Ami engem nagyon foglalkoztat, mert amit hallottam elsősorban tőled, ez a Microbio Pro por, ugye? Uh-huh. És mondd már el, légy szíves, hogy miért is különleges. Tehát az maga az, hogy olyan összetevőkből tevődik össze, amit ugye naponta csak 3 félit vinnénk be, itt a zöldségekről lenne szó, hogy tehát ettől mindenki el van állítva egyébként. Már az 1950-es évek végén Nobel-díjat adtak egy izraeli kutatónak, aki rájött arra, hogy bennünk és rajtunk sokkal több a mikrobák száma, mint a testi sejtjeink száma. Nemrég voltam egy orvos kongresszuson, amit említettem, hogy tényleg nagyon sok helyre megyek, ahol a professzor azt mondta, miután valaki számon kérte, hogy erről mi nem hallunk a médiában és egyéb helyekről, mert a professzor azt mondta, hogy nézze, hölgyem, ez a legutolsó 5 év kutatásai. Az 5-10 évvel ezelőtt még mi se tudtuk. Tehát az a lényeg, hogy miáltal több bennünk a bacika, ezért valójában lehetne egy kicsit, extrém módon fogalmazni, nem vagy más, mint baktérium, tenyészetek. Na most ezek a baktériumok kikövetelik a magukat. És ezek a baktériumok befolyásolják az étvágyunkat, befolyásolják az anyagcseréinket, befolyásolják az egészségi állapotunkat. És miért tudnak ezek a most nagyon leegyszerűsítve rossz bacik, jó bacik, köztes bacik, a rossz bacik megerősödni? Mert nagyon eltértünk attól, ami a szervezetünk számára természetes lenne és igény lenne rá. Most a Microbiome Pro olyan zöld porok, zöldségek összetétele, amely a jó bacika táplálja. Mert az életben is a jó fiúk más szeretnek enni, mint a rossz fiúk. Tehát ezeket táplálja, plusz ehhez javasolni szoktunk pótlásképpen még úgynevezett probiotikumot, illetve hasznos bélfelalakú bacikat, és a kettők együtt, ha megerősödnek, és most ilyen érdekes, akkor körülbelül azt mondják a kutatók, hogy 20% rossz, idézően 20% jó, 60% köztes. Ez valamint a politikában. Választások előtt 60% az embereknek nem tudja jobbra szavazni, balra szavazni, hogy hová. De ha erősítjük a jókat, akkor ez a köztes azt mondja, hát inkább a jobbhoz állok, mert ott jobb a kaja, ők erősödnek. Tehát az a cél, hogy a mikrobiommal és a probiotikummal megerősítsük a jó bélflórát, a rossz bélflórákat csökkentsük, és ennek mi lesz a tapasztalata, mi lesz a végeredmény, hogy krónikus betegség gyógyuljon. Mondok neked egy teljesen abszurd történetet. Ezeknek a kutatásoknak az adott nagyon nagy lökést, hogy ezelőtt egy 8-10 éve Ausztráliában egy olyan ember, aki szklerózis multiplex következtében 20 éve tolószékben ült, székelet transplantációt kapott, utána kipattant a tolószékből, és akkor kb. Motorozta Ausztráliát. A székelet transplantációval a jó bacikat telepítették vissza. Na most Magyarországon is vannak, úgy tudom, még Debreceni Egyetemen is van, de a Pécsén biztosan tudom székelet transplantáció is Pesten, csak ez egy elég macerás, elég kellemetlen, elég kísérleti fázis, sokkal egyszerűbb kikeverni ezt a zöld port, az, hogy jó ízű, rossz ízű, mindenki saját ízlése szerint. Jó, olyan, mint a húsleves, vagy a fekete, vagy nem tudom, amikor kinyitom. És akkor megiszom, beveszem a 2 kapszulát, de legalább 3-4 hónap, vagy krónikus betegnek egy éven keresztül is kell csinálni, és ez nem látványosan, de szépen, folyamatosan. Nem betegség. Tehát talán fontos, hogy ez nem arra van, hogy allergiás vagyok, mint cukorbeteg vagyok, vagy a gyomotegyek van, hanem a szervezetem szépen lassan kezd helyreállni. Optimalizáljuk a testsúlyom, krónikus betegségekből válszok kifelé, és így tovább. Ezért van ilyen nagy keletje. És csak egy utolsó mondat, hogy nemrég egy barátomnál voltam, és éppen a tévében valami reklám ment, és két hölgy arról beszélt, hogy hát a bőr mikrobiomja
Na mondom, már itt van, már a bőr mikrobiomjáról is beszélnek. Azokra a bacikról, amelyek a külső védelmi köpenyt alkotják, és teljesen a bacik.